Szia, remélem jól vagy, és napról napra távolabb kerülsz a bántalmazó kapcsolat rémétől. Szeretném egy talán szőrszálhasogatásnak tűnő jelenségre felhívni a figyelmedet, mert azt gondolom, hogy bár apróságnak tűnhet, mégis sokat segíthet abban, hogy mielőbb valóban le tudsz zárni a kapcsolatot érzelmileg is. Ma arról szeretnélek meggyőzni, hogy bizony nem mindegy, hogy miként nevezed az ex-partneredet, amikor emlegeted. Még mindezek előtt szeretném megköszönni a rendszeres kávé meghívásokat Lizának, Mónikának, Eszternek és az akadémista Andinak, valamint külön köszönetet mondani az akadémista Áginak a nagy lelkű többegyszeri támogatásáért. Hálás vagyok, és köszönöm szépen. Nehéz téma következik még a fő téma előtt. Tudom, hogy sokan azt gondoljátok, hogy ezek ingyenes videók, és amúgy is reklámot jelentenek nekem. Szerintem messze többet tettem le az asztalra a nem pusztán felszínt kapargató videóimmal, vagy a csoportomban, a támogatásommal, a megosztott anyagaimmal, de már csak a moderálás, a védett környezet biztosításával is, mintha azt pusztán a reklám értéke miatt tettem volna. Bár valóban nem árasztam be mindent, szeretném felhívni a figyelmedet rá, hogy együttérzésből nem lehet megélni. Nekem sem megy. Bevallom, teljes meghasonulást okoz számomra az, hogy önzetlenül adok, amiért természetesen sok kedves szót is kapok, azonban a bevételeim messze-messze alatta maradnak mindannak, amit az évek során a képzésembe, a tanulásomba fektettem és fektetek a mai napig, pénzben és energiában egyaránt, valamint amennyit nap-nap után mások segítésébe, karitatív tevékenységbe teszek bele időben, energiában, szaktudásban. Szóval új év, új élet, eljött az ideje, hogy feloldjam az életemben lévő kognitív diszonanciát, ha nem láttad még az erről szóló videót, ide felteszem a linkjét, érdemes megnézned. Teljes meghasonulást okoz számomra ugyanis, hogy miközben határhúzást és öngondoskodást tanítok, illedelmesen hagyom, hogy a kapcsolataim egyoldalúan az általam történő adásról szóljanak. Most, amikor megfogalmazom a gondolataimat, nagyon szeretném, ha megpróbálnál megértően és együttérzően gondolkodni erről az egészről. Nem szeretnék panaszkodni, vagy szánalmasnak tűnni, hiszen ezt a helyzetet én hoztam létre, én engedtem meg. Kérlek, hogy tekintsünk úgy a kávé meghívásra, mint a kölcsönösség szimbólumára. Valamilyen módon ugyanakkor az öngondoskodásod szimbóluma is egyébként, hiszen mit üzensz saját magadnak, az önértékedről, amikor a gyógyulásodat ingyen szeretnéd megvalósítani, még egy kávé árát sem vagy hajlandó rááldozni havonta. Tudod, bár nagyon szeretem, nekem mégsem szimplán a hobbim ez a tevékenység, amivel foglalkozom, hanem ebből kell finanszíroznom a mindennapjaimat és a fenntartásomról gondoskodnom. Azonban elsősorban is magamért tartozom felelősséggel a saját jól létemért, valamint azokért a klienseimért, akik rám bízzák magukat, és akik joggal várják el, hogy a pénzükért egy energikus, teljes figyelmével feléjük forduló emberrel dolgozhassanak. Nem akarom hosszúra nyújtani a meglátásaim megosztását, és őszintén kimondom, hogy
Mindazért, amit a sorstársaimért teszek, nagyjából úgy élem meg a heti 3-4 kávéért hajbókolást péntekenként, mintha mindazok, akiknek nap-nap után kedvesen segítek, megaláznának. Mert gyakorlatilag azt jelzik, hogy nekik ennyit sem ér meg, ha nincsenek kötelező fizetésre szorítva. Erős szavak ezek? Igen. Őszintén megmondom, hogy az érzéseim is rendkívül erősek. Szóval igyekszem mostantól egy kicsit hátrébb állni és bevárni, hogy töltődjek, mert nem szeretnék kiégni. Szeretném, ha még sosem tetted, akkor végig gondolnád, hogy az élet fontos, hogy a kölcsönösségről szóljon, hiszen másképp nem lehetünk mindannyian jól. Szóval húzd meg te is a határaidat, gondoskodj magadról, valamint áramoltasd a kölcsönösség energiáját, ugyanis az is gyógyhatású, ha kifejezzük a hálánkat, és adott esetben nem csak szavakkal. Köszönöm, ha megértitek és nem félreértitek az üzenetet, amit el szerettem volna juttatni hozzátok. Most nézzük, hogy milyen kártyákat húzok mára. A mérgező narcisztikus partnered, kapcsolatod körében gondolkodva, vagy annak kapcsán a kártyák segítségével megfogalmazott érzéseidre, megéléseidre, következtetéseidre lennék kíváncsi, ha megosztod velem, illetve velünk. Persze magad is tudod azt tesztelni, hogy az idők során miként változtak a feljövő gondolataid, az azokhoz kapcsolódó érzelmeid. Eleinte nagy valószínűséggel több a dű, a szomorúság, a nehéz érzések, később pedig megjelenik a helyén kezelés, a tárgyilagosabb látásmód, illetve hát jó eséllyel a humor is. Azt is megoszthatod velünk, ha van kedved, hogy mit figyeltél meg, ha már hosszabb ideje szoktál a kártyákról gondolkodni, és mennyi idő után következett be változás, vagy hogyan zajlott ez. A kártyák képét megtalálod itt a YouTube közösségi fülén a csatornának, valamint a Facebook szuperhős túlélők csoportjában is. Oda egy évnél régebbi, rólad készült fényképeket tartalmazó, egyértelműen nem hamis profillal tudsz bejutni, és várunk szeretettel. Ezt a két kártyát húztam. Ó, nagyon izgalmas. Fölteszem a megadott helyekre, és várom szeretettel a meglátásaitokat. Most biztosan tudod, ismered, vagy megfigyelted a hétköznapok során, de lehet, hogy sosem tudatosítottad. A szavaink, melyeket használunk, nagy mértékben befolyásolják a gondolkodásunkat, az érzelmeink, azok pedig a gondolataink befolyása alatt állnak. Persze ez fordítva is igaz, ez egy oda-vissza ható folyamat, hiszen gondolj csak arra, hogy vajon hány kedves gondolatot születhet dühösen. Nem mindegy, hogy azt mondom, ha a szomszéd házi kedvencéről sztorizok, hogy az az aranyos kis kutya, vagy simán csak kutyaként emlegetem, esetleg büdösdögnek nevezem. Ugyanis a szóhasználatom igencsak erős érzelmi és energiatöltettel jár. Kicsi az esély rá, ugye, hogy kedves történeteket fogok mesélni a büdös dögről. Nem véletlen az sem, hogy a szerelmesek évődéseik közepette egymást beceneveken szólítják, vagy a másik neve után oda teszik a kicsinyítő képzőt, tudod, Ka-ke, Nóra, Nórika. Mondjuk ennek nem igazán vagyok egyébként híve,
párkapcsolati kócsként, hiszen gondolj bele, hogy a 190 centis hegyomlás pasi, akit Béluskának hívsz, vagy olyan férfinak fogja érezni magát, és kedve támad, de a szexhez. Béluska jó eséllyel nem szeretne az anyukájával szexelni, úgyhogy az anyáskodó nő sem ezt fogja belőle kiváltani, de ez egy másik topik. Összességében a kedveskedésbe, intim kapcsolat esetén beletartozik a másik becenében szólítása is. Figyelem, ez lehet ugye baráti kapcsolat is, hiszen az intimitás az nem egyenlő a szexualitással, hanem sokkal inkább a bensőségesség fogalmával tudnánk rokonítani. Kedvesen becézgetés megerősíti a kapcsolatot, az egyedi becenév pedig elmélyíti az összetartozás érzését. Szóval, mi ebből számunkra a tanulság? Ha el akarjuk engedni az ex-partnerünket, el akarunk szakadni tőle, akkor egész biztosan nem jó, ha a volt becenevén emlegetjük, akárcsak a belső párbeszédénkben, vagy netán a külvilág előtt is. Így nem célszerű drágámként, kedvesemként emlegetni sem. Ahogyan felszoktam hívni a klienseim figyelmét arra is, hogy az ex-nárcim, vagy az ex-nárcikám, és más ehhez hasonló kedveskedő kifejezések sem az érzelmi elszakadás irányába vezetnek. Ha úgy érzed, hogy ez segített a gyógyulásban, ne habozz, humoros, sőt, inkább akár unyoros, ironikus neveket adni az ex-partnerednek. Ez nem csak a jogos neheztelésedet tudja kifejezni, hanem segít csökkenteni az érzelmi kötődés erejét is. Persze nyilván fontos, hogy ezeket a kifejezéseket magadban, vagy kizárólag bizalmas környezetben használd, mert hát egy durva megnevezés, még ha amúgy a történeteidet ismerve egyértelműen jogos is lehet, kínos helyzetbe hozhat olyanok előtt, akikkel nem biztos, hogy egyébként részleteiben szeretnéd megosztani a megéléseidet. Gondolj bele, hogy hányan nem ismerik az ilyen kapcsolatoknak a dinamikáját, nem értik az érzelmi bántalmazást, vajon azoknak a fülében hogyan csenkhet, hogyha az exedet Mr. Seggfejként emlegeted. Szóval ennek inkább ne tedd ki magadat. Apróságnak tűnhet, de ha valakit még ráadásul az enyémként emlegetek, mert olyan birtokos személyjelet használok, azaz nem csak simán ex-nárci, hanem még ráadásul az ex-nárcim, azaz az enyém, nem másé, akkor már tényleg mintegy magamhoz ragasztom őt. Szóval figyelj rá, hogy a szóhasználat megváltoztatása is része lehet az elengedés folyamatának, és segíthet a múlt újraértelmezésekor, és elősegítheti a gyógyulást, miközben újraépíted az önazonosságodat, önbecsülésedet. A tudatos szóhasználatunkkal nem csak kifejezhetjük a jelenlegi érzéseinket, hanem formálhatjuk is azokat, azáltal, ha megváltoztatjuk, hogy hogyan beszélünk a volt narcisztikus partnerünkről, hozzájárulhatunk a gyógyulásunkhoz. Köszönöm, hogy ma is velem töltötted az idődet, ne habozz hozzászólásban megosztani a meglátásaidat, az élményeidet, és hát bízom benne, hogy jövő pénteken újra találkozhatunk.